Közel 600 ezeren ültek a képernyők előtt a Kárpát-medencében tavaly áprilisban, és izgulták végig a Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségkutató döntőjét. A műsor hatására többen is kezdtek a műfaj iránt érdeklődni. Ezt a folyamatot szeretné erősíteni a kolozsvári Tokos zenekar azzal, hogy a hazai közönség elé is elhozza a műsor hangulatát, és Fölszállott a páva erdélyi turnét szerveznek. A rendezvény mai sajtótájékoztatóján mi is ott voltunk. Három erdélyi városba hozza el a nagy sikerű népzenei és néptáncos tehetségkutató erdélyi és magyarországi fellépőit a Tokos zenekar. A fiúkban, elmondásuk szerint, mai napig intenzíven él a műsor emléke, vagyis a páva hangulat. Többek között ezt szeretnék megmutatni és átadni az erdélyi közönségnek, és nem utolsó sorban megköszönni nekik azt, hogy a tehetségkutató mindkét évadában szereplő erdélyi fellépők támaszaként, ilyen erős közösségként voltak jelen. Nem titkolt szándékuk az ifjúságot is megszólítani, tekintve, hogy a rendezvény az iskola másként héten kerül megszervezésre, így abban bíznak, hogy a fiatal generáció minél több tagja kedvet kap a néptáncra, népzenére, és érdeklődni kezd a műfaj iránt. A turné Kolozsváron április 9-én csütörtökön kezdődik, majd a következő két napban Marosvásárhelyre és Sepsiszentgyörgyre is ellátogat. Az előadásokat mindhárom helyszínen táncház követi. Kedves nézőink, már is szeretettel és tisztelettel köszönhetem a mai meghívottaimat, Vajas Albertet, a Tokos zenekar vezetőjét, a rendezvény főszervezőjét. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van. Jó napot kívánok, köszöntöm. És András Lórándot, aki a Szilak Legény Tánckar részéről van, és programfelelős ezen a rendezvényen, társszervező. Tehát Fölszállott a páva, erdélyi turné. Azt hiszem, hogy innen kezdem a beszélgetést. Egyáltalán mi közük van önöknek a Fölszállott a pávához, a Tokost értem, majd aztán András úr is elmondja, hogy mi a helyzet. Tehát Fölszállott a páva, élménybeszámoló, mire készüljünk? Hát, így röviden arról, hogy a Tokos zenekar és a Fölszállott a páva hogyan kapcsolódik. 2013-ban meghirdették a második évadot a Fölszállott a páva vetélkedőjét, és akkor jelentkeztünk mi is, ez 2014 tavaszán ment élő adásba tavaly évben, és ennek a zenekar kategóriának és szólista kategóriának a győztese a Tokos zenekar. Így kerültünk mi közel a pávához, és ezt követően, a versenyt követően nagyon-nagyon sok ilyen pávagálán, mi csak ilyen pávagálának nevezzük, ez olyan azokból áll, összeszednek fellépőket az első, második évadból, és különböző városokba egy-két napra elmegyünk, és ott egy színes gálaműsort nyújtunk az ottani közönségnek. Ezzel megköszönve azoknak a nézőknek, ahogy ön is elmondta, az a több 600 ezer háztartásban nézték a döntőjét ennek a versenynek, és hát mi ennek nagyon örülünk, hogy ennyire nagy népszerűségnek örvendezhet ez a műsor, és szeretnénk is megköszönni az erdélyi nézőknek és támogatóknak, és hogy velünk tartottak. Igen, András Lórendnak a Fölszállott a pávával milyen kapcsolata van? Egy picit érdekes a történet. Mi egy picit más oldalról kerültünk a Fölszállott a páva közelébe.
Ugyanis 2013-as évadában felszállott a Pávának, úgy döntöttünk egy négy személyes csapattal, hogy mi is benevezünk a játékba, ha lehet ezt játéknak nevezni, és egy picit elrugaszkodtunk a megszokástól, hiszen alapvetően néptánccsoportok, szólisták és zenekarok jelentkezhettek. Mi egy picit ezt átírtuk, és egy legénytánckarral jelentkeztünk, aki sajnos a továbbiakban nem jutott tovább sem az elődöntőkben, sem a döntő sorozatban. Azonban a táncházas közösség által igencsak jó viszonyt sikerült kialakítani, Páván kívül is amúgy a többi erdélyi csoporttal, többek között a Tokos zenekarral is. Nagyjából ez, ezen kívül meg több olyan civil szervezetben tevékenykedünk, amely által sikerülhet a rendezvényszervezésben olyan tapasztalatokra szert tenni, ami segíthet egy ilyen erdélyi turni kivitelezésében. Értem. Ez az amúgy itt most a Tokos zenekar vezetőjétől kérdezem, hogy népszerűséget adott? Tehát, hogy vagy föl lehet egyáltalán tenni így a kérdést, mondjuk, hogy ebben a műfajban értékelendő helyén való az, hogy népszerű valaki, vagy hogy kell ezt egyáltalán érteni? Sok mindent nyújt, sok valamit el is vesz, de igen, népszerűséggel is jár. Attól kezdve, hogy az ember képernyőre kerül, megismerhetik olyan helyeken a zenekart, ahol még lehet, mi nem is jártunk. És akkor megtetszik nekik, és elhívnak. Hát ilyen szempontból nekünk igen, népszerűsítette a zenekarunkat a TV képernyőjén megjelenés. És az is egy érdekes dolog, hogy itt az előző bejátszásban elhangzott, hogy a műsor hatására többen is kezdtek a műfaj iránt érdeklődni, ez tényleg valós dolog? Igen. Mondhatjuk azt, hogy igen. Azt kell azonban tudni, hogy nem föltétlenül ezáltal a műsor által ismerte meg a nagy közönség ezt a fajta műfajt, a kultúrának ezt a szegmensét. Azonban igen, segített olyan közösségekhez is, olyan emberekhez is eljuttatni ezt a műfajt, a népi kultúrának ezt a műfaját, akik addig egyáltalán vagy csak kevésbé foglalkoztak ezzel. Ezáltal ugyanakkor sikerülhetett hozzájárulni ahhoz is, hogy értékorientált és minőségi kultúrával kezdjenek foglalkozni az emberek. Úgyhogy végszóként igen. Ugyanakkor ez a tévéműsor nagyon sok kritikát is kapott a sószerűsége miatt, a jelmezek, fények, kamera, tehát inkább technikai dolgok miatt. Ezt hogyan éreztétek, akkor érezték, akkor hogyan értékelik? Természetesen voltak olyan vélemények, akik elítélték azt, hogy ilyen gyors kameramozgások, fény és beállást, tehát valamilyen szinten be show kell állítani. Valamilyen szinten, igen, szinten. De más részről szerintem a fiatalokat viszont épp ez kötötte le. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy néptánc, meg népzene, a mai fiatalok azt mondják, hogy hát igen, annak idején még voltam én is egy poros kultúrházban, és ott táncoltak, meg zenéltek. Ez most egy picit fiatalosabban mutatta meg az... Modern. Fogalmazhatunk így, hogy a modern világba bemutatta azt a népzenét, ami már... határtalan idők óta létezik. És ez így helyes, lehet, hogy nem jó a kérdés, de arra szeretnék rá kérdezni gyakorlatilag, hogy maga a néptáncoktatás is, vagy a népzenekultúra, mint olyan, elmehet ebbe a modern vonalba, vagy ha érti a kérdésem? Egy picit nehéz a kérdés, hiszen azok az emberek, akik ezzel a műfajjal foglalkoznak, azok tudni kell azt, hogy nagyon sok esetben ragaszkodnak a már bevált szokásokhoz, és a bevált menetrendhez, ha lehet így fogalmazni. Azonban be kell látnunk mindannyiunknak, aki ezzel foglalkozik, népzene, néptánc, hogy sajnos haladni kell a korral, és haladni kell, egy picit igazodni kell a mostani elvárásokhoz. A felszállott a Páva ilyen szempontból igencsak jó lehetőség volt, hiszen a kultúrát, és tehát a népi kultúrát olyan formában mutatta be, ahogy az kapható, vagy mondjuk kívánatossá tud válni, szerintem ez a legjobb kifejezés, azon fiatalok számára, akik ettől a műfajtól teljes mértékben távol állnak. A gondolat maga mikor fogalmazódott meg, hogy ide is elhozzák a rendezvényt, vagy legalább egy kicsi élményt belőle? Ugye az táncházas körökben, meg ilyen fesztiválokon az ember gyakran összetalálkozik kollégákkal, akik más városban élnek. Ugyanez volt tavaly ősszel, amikor András Lórival találkoztunk egy elég hosszú idő után, a kolozsvári táncház találkozón, és ott kezdtünk el erről beszélgetni, hogy most mennyi pávagála volt, hogy mindenhol ez folyik a csapból is, de Erdélyben még nem volt egy jó kis társaság összeálljon, és akkor elmenjünk nagyobb városokba. És akkor ott megszületett a gondolat, elkezdtünk beszélgetni arról, hogy végülis milyen dolgok kellenek, támogatók, fellépők, helyszínek, dátum, tehát ez az egyik legnehezebb volt összehozni, hogy mikor is legyen, és elkezdtük lassan-lassan dolgoztunk, e-mail, telefon, és egyszer csak így
észrevettük magunkat, hogy végül is megszületett egy háromnapos rendezvény. Ez gyakorlatilag milyen régiók táncait vagy népzenei világát fedi le, csak Erdélyre vonatkoztatandó, vagy azért más zenét is hoznak? Nem. Egy picit visszatérnék arra, amit az előbb Albin mondott. Azt kell tudni, hogy a Magyarországon a népi kultúra éltetése, tanítása és életben tartása mellé egy igencsak komoly szakmaiság is társul, ami Erdélyben még kevésbé nyert teret. Na most ennek következtében, amiután lejárt a tehetségkutató, felszállt a Páva tehetségkutató, Magyarországon elindult egy olyan előadássorozat, aminek következtében az emberek Páva közelbe kerülhettek, és sajnos, amiután lejárt az a turné, valószínűleg adminisztrációs okok miatt, sajnos ez Erdélyben nem valósulhatott meg, és így jött az ötlet, hogy akkor igenis ezt meg kellene csinálni. Nos, a táncok tekintetében pedig mindenképp abban gondolkodtunk, hogy egyrészt azokat a helyi fiatalokat, csoportokat, zenekarokat, szólistákat igyekezzünk promoválni és színpadra szólítani, akik tehetségesek, és akik a felszállott a Páva mellett is, vagy azon kívül is, otthon, saját kis környezetükben ezzel azért elhivatottan foglalkoznak. De nem csak erdélyekre, hanem magyarországiakra is számíthatunk például. Mindenképpen. A vető gondolat az volt, hogy mindaz, aki a felszállott a Pávában részt vett, azok közül válogassunk mindenféle megkötés nélkül. És így kerül be a képbe magyarországi, valamint erdélyi fellépő egyaránt, többnyire olyan fellépők, többnyire olyan meghívottak, akik műkedvelők, akik nem hivatásos táncosok, nem hivatásos zenészek, hanem műkedvelők, ami ugye egy kiegészítendő tevékenység, lehet nevezni egyfajta életformának, hobbinak is ezt. Értem. Térjünk akkor a műsor struktúrára, a rendezvényt, hogyan kell elképzelnünk, mikor, hol, mi történik? Ez már rövid idő múlva látható lesz, és a közönség megláthatja, hogy mi is az, amin dolgoztunk. Április 9-én lesz Kolozsváron a Magyar Operában az első fellépésünk, este 7:30-tól kezdődik. Április 10-én Marosvásárhelyen a Kultúrpalotába, ugyancsak este 7:30-tól, és az utolsó állomás április 11-e, Sepsiszentgyörgy, és ott a Tamási Áron Színház színpadán zárul le ez a mi kis rövid turnénk. Este 7:30-tól. És hogyha jól tudom, akkor a színpadi műsorokkal nincsen vége az estének, egyik helyszínen sem. Természetesen nem. Alapvető célunk nem csupán az, hogy egy előadásorozatot vigyünk Erdélybe körbe, hanem alapvető célunk az, hogy olyan eseményeket szervezzünk, ahol lehetőség teremtődik a közös alkotásra, a közös szórakozásra és a közös értékteremtésre, és nem utolsó sorban pedig a minőségi és értékorientált rendezvénysorozatokra, aminek természetesen része különböző helyszíneken a táncházak, a kulturális mederben történő szórakozási lehetőségek biztosítása is, és ugyanez meg fog történni minden egyes helyszínen, Kolozsváron a Bulgakov kávéházban, Marosvásárhelyen a Jazz kávéházban. Hogyha lehetne, említsünk akkor. Jó, rendben, és Sepsiszentgyörgyön szintén. Szempontból. Megértettem azt ellenben, hogy ha fontosnak tartják elmondani, hogy esetleg hol lehet jegyhez jutni. Jegyek a jövő hétfőtől vásárolhatóak minden helyszín, koncerthelyszín jegypénztárában. Igen, gondolom, az interneten akkor adatokat tudnak erre vonatkozóan a nézők kapni. Megtalán. És nagyon gyorsan fussuk át a fellépők lajstromát is. Akkor én elmondanám a magyarországiakat. Magyarországról, Budapestről meghívtuk a Churchill Néptánc Együttest, egy páros szólistát Budapestről, Kacsó Hanga Borbálát Szolnokról, és Debrecenből a Debreceni Népi Néptánc Együttest. És akkor az erdélyiek? És akkor ezt a sort egészíti ki az Ördögborda Néptánc Együttes Balánbányáról, a Szilak Legénytánckar, a Bekecs Néptánc Együttes Nyárátszeredából, valamint Melles Endre szólista és Nagy Noémi Kriszta énekes szólista. Nagyon valamint sok sikert kívánok, zenekarként igen. Társul ehhez a Tokos zenekar értelemszerűen, és a harmadik zenekar Kolozsváról. Én gratulálok magához az ötlethez, és aztán remélem, hogy a végén gratulálhatok a sikeres rendezvényhez is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük nagyon szépen a meghívást.